július 2. és 7. között a Pécs belvárosi gyülekezet szervezésében 18. alkalommal tartottak nyári tábort Kistótfalun. A tábor egyik napjában nyertünk betekintést, ahol az idei és az elmúlt táborokról kérdeztünk gyerekeket és fiatalokat. Ön az ifjúsággal foglalkozik ebben a táborban. Miért fontos 2012-ben, hogy a fiatalok így is találkozhassanak, és ilyen táborban részt vehessenek? A tábornak az elsődleges célja egyébként, mint minden más tábornak, a szórakoztatás, illetve az, hogy jól érezzük magunkat. Az, hogy ez egy tematikus tábor lévén hittantáborról van szó, az éppen azt a lelki pluszt adja meg a mai fiataloknak és gyerekeknek, amikre a rohanó világunkban szükségük van. Úgy gondolom, hogy pont így az iskola évének a lezárása és a nyári őrület elkezdése előtt Kistótfalun, itt a kis béke szigetén pont azt kapják a gyerekek, amire szükségük van. Minden tábornak van egy kulcsszava vagy egy kulcstörténete, amire megpróbáljuk felfűzni úgy a gyerekekkel kapcsolatos foglalkozásokat, mint az ifikkel kapcsolatos foglalkozásokat. A lélek gyümölcsei idén a téma, ennek megfelelően kerültek kialakításra amúgy a rajzok, a sémák, mindenhova kis gyümölcsfigurákat rajzoltunk föl. Lélek gyümölcse. Milyen programokon vehetnek részt a gyerekek? A legváltozatosabbakon. Alapvetően mindig több programmal készülünk, mint amire lehetőségünk van a szűkös időn belül. Fölkészülünk ugyanis az időjárás viszontagságaira, de a számháborútól elkezdve a kint látható légváron keresztül, műveltségi vetélkedőkön át, különböző sorversenyekig, a helyiekkel vívott és már évek óta gyűrűző folyamatos futballpárbajokon keresztül tényleg a lehetőségek tárházát nyújtja a tábor. Ahogyan egyébként programnak minősül a reggel és esti áhítat, valamint pedig a hittan órák, amelyek vagy délben, vagy délkörül, vagy pedig délután kerülnek megtartásra. Ön már többet szervezt részt ebben a táborban. Önnek mit jelent ez a tábor? Ez a 18. táborom, kisgyerekként kezdtem el, utána az ifjúsági csoportban folytattuk, és azért beszélek többünk nevében, mert Szalai Lajos lelki pásztor úrnak köszönhető az, hogy egy ilyen kemény mag az megmaradt itt a kistótfalusi református hittantáborban, és hát visszajárók vagyunk most már, és hát azt a megtisztelő feladatot kaptam évekkel ezelőtt, hogy foglalkozhatok én az ifikkel, mint hitoktató, jól lehet, ilyen irányú hivatalos képesítésem nincsen. Ön hogyan foglalkozik a fiatalokkal, tehát miket dolgoznak fel, milyen kérdések vetődnek fel, miket tudnak megbeszélni? Ez is évről évre változik, mert a fiatal csoportban is eltérő korú gyermekek, illetve fiatalok tűnnek föl. Aktualitásokat ugyanúgy megvitatunk, mint egyébként pedig próbálunk a témához igazodni, ami az adott tábornak a tematikáját adja. Egyebekben én személy szerint az Új Szövetségből és Jézus életével kapcsolatos történeteket boncolgatok, időnként eléggé elrugaszkodott vagy elvont oldalról megközelítve, sokszor metafizikai vagy filozófiai kérdéseket feszegetve is. Milyen emlékeid vannak a régi táborokkal kapcsolatban? Focizás, sportozás, hittanórák, barátok, ilyesmi. Lelkileg valahogy meg szokott erősíteni téged ez a tábor? Hogy okulunk a történetekből, meg azokból is, amiket így a Bibliából hallunk meg, hogy mit nem jó elkövetni. Mivel foglalkoznak itt a gyerekek a táborban? Ezen a héten a lélek gyümölcsei a téma, és ezt akkor így napokra lebontva dolgozzuk fel a gyerekekkel a kis herceg alapján, illetve hát bibliai történeteket keressünk még hozzá. Ma arról beszéltetek a tanítónénivel, hogy hogyan lehet örömet okozni a családtagjainak, anyukának, apukának, hogyan tudsz örömet okozni nekik?
Úgyhogy összpakolok, meg fürdés után fogat mosok, meg bepújok az ágyamba. Mit csináltok itt a táborban? Mit tetszik a legjobban neked? Hát nekem azt tetszik a világon, hát a régvár, mert régvározni fogunk majd. Énekeket is tanultok, tetszenek neked az énekek? Miért? Mert nagyon szeretem az énekeket. A szeretet mindenkié, a szeretet mindenkié, csak meg kell keresni a forrását, a szeretet mindenkié, az öröm mindenkié, az öröm mindenkié, csak meg kell keresni a forrását, az öröm mindenkié, a türelem mindenkié, a türelem mindenkié, csak meg kell keresni a forrását, a türelem mindenkié, a békesség mindenkié, a békesség mindenkié, csak meg kell keresni a forrását, a békesség mindenkié. Ön már több egyszer jár ebbe a táborba. Mit jelent önnek ez a tábor? Elsősorban ugye nyári program, de hát most már, mivel jó régóta ide járok, ezért inkább ilyen családi hangulat van itt, és most, hogy már én is nevelőként jöttem, így hát ez nagyon nagy megtiszteltetés, hogy Lajos bácsi megbízik bennem annyira, hogy rám bízza a gyerekek oktatását, úgymond, úgyhogy nagyon jó élmény. Minden évben van valami külön programunk is, és minden évben nagyon jó élményekkel, meg gazdagodva térünk haza, szóval nagyon jó, igazából nagyon jó kikapcsolódás is. Mit emel neki? Mi volt a legfontosabb ön számára ezekben a táborokban? Mindenképpen az, hogy tényleg családdá, testvérekké kovácsolódtunk össze azokkal a fiatalokkal, akik már évek óta visszajárnak, illetve hát minden évben olyan témákat dolgoztak fel velünk a hitoktatók, illetve most mi a gyerekekkel, ami a mai nap életére is alkalmazható, és hát igaziból tényleg egy töltekezés, egy gazdagodás az a program, ami itt zajlik. Hogyan tudják a fiatalokat, a gyerekeket rávenni ezekre a foglalkozásokra? Igaziból motiváló erő az, hogy pontokat kapnak, meg hát játékok. Tehát játékosan foglalkozunk velük, játékokon keresztül, dalokkal, gyerekeknek való programokkal dolgozzuk fel ezeket a témákat, úgyhogy nem kell őket nagyon motiválni, mert hogy maguktól jönnek, igaziból élvezik, tehát játék nekik. Ön szerint miért fontos, hogy ilyen táborban elmehessenek a gyerekek, és részt is vehessenek ilyen táborokban? Szerintem azért fontos, mert már gyerekkorban el kell kezdeni ebbe az irányba való terelésüket, illetve hát mindenképpen jó élményt szereznek már gyerekkorban, és talán így később, ha majd felnőnek, akkor ugyanúgy visszajárnak a közösségbe, és majd még később a saját gyerekeiket is ugyanilyen közösségekbe próbálják majd vinni és terelni ebbe az irányba. Te már voltál táborokban, milyen emlékeid vannak ezzel kapcsolatban? Igen, voltam már táborban, ez a 6. táborom, és nagyon jó emlékeim vannak. Miről tanultok az idei táborban? A lélek gyümölcseiről. Milyen történeten keresztül próbáljátok ezt feldolgozni? A kis herceg történetéről. Mit emelnél ki ezzel kapcsolatban? Mi, ami így megragadott téged? Az, hogy a kis herceg megszelídítette a rókát. Ha visszaemlékszik erre a 18 évre, amit említett, mit emel neki? Mi a legfontosabb ön számára, amit itt kapott? Megnyugvás, barátság, béke, szeretet, egy dolgot nem tudok kiemelni, de hosszú lenne a felsorolás. Bejöttem hozzád, Istenem, forró imával szívembe, esedezem, hogy fogadj el, állj meg szükségével.